Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez az aktuális jóslás és a fő téma itt látható. Valami a mélyből felülre kerül, kiderül az igazság, látható lesz valami, másképp fogod látni a dolgokat. Az is lehet, hogy eddig voltak félelmek, bizonytalanságok, az lehúzott így a mélybe, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetbe, amikor valaki eltitkolt előled valamit, és ez most napfényre kerül. Tehát látható lesz valami. Hogy miről van szó, azt mutatják majd most a kártyák. Itt a házak utalnak az otthonodra, a környezetedre, a szomszédokra, a rokonokra, a családra. Tehát eddig valami olyan titokzatosnak tűnt. Az is lehet, hogy valaki eltitkolt előled valamit, de így most a felületre jön, láthatóvá lesz. A házak utalhatnak ingatlanokra is. Hamarosan kapsz egy levelet, és ennek lesz egy jelentősége, hiszen megtudod majd az igazságot. Valaki közöl veled valamit, kiderül az igazság. Ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre is, és akkor az összefüggésben áll a házzal, tehát az otthonoddal, vagy vannak családi témák. A ház az jelenthet egy magáncég kialakítását is, amikor kiépül valami, és a levél jelenti a dokumentumokat, a szerződéseket. Sőt, a gyűrű is szerződésekre utal. Vagy lehetnek itt bizonyos kapcsolatok, ami fontos számodra. A gyűrű jelenti azt is, hogy valaki visszatér hozzád, és akkor a ház az jelenti a látogatást. A levél lehet egy meghívás is. A múltban voltak fájdalmas emlékek. Az is lehet, hogy ez a személy, aki most jelentkezni fog, megbántott téged, vagy ő sértődött meg, eddig visszahúzódó volt, de most visszatér hozzád. Itt a könyv utal a zárkózottságra, vagy a titkokra is, és ez bizonyára fájt neked, hogy valaki eltitkolt előled valamit, nem láttál át a dolgokon, de most lesz egy hír, kiderül az igazság, és láthatóvá tesz valamit. A könyvek jelenthetik természetesen a továbbtanulást is. Itt a kutya jelenti a hűséget, a barátokat, az ismerősöket, természetesen utalhat kutyára vagy cicára is, de én úgy mondanám, hogy ügyelj a baráti körre, és figyelj oda, kísértődött meg, vagy kísértett meg téged. Azt is jelentheti a kutya, hogy itt szerelemről van szó, de ez a férfi zárkózott, nem beszél nyíltan érzelmekről. Ez lehet, hogy kicsit bánt téged, mint ahogy a múltban is így volt, és próbál úgy barátilag közeledni hozzád. A későbbiek folyamán majd nyitott lesz, és beszél a terveiről, az érzelmekről is. A kutya jelentheti a hűséget is, és mivel itt megjelenik ez a kártya, ami nagyon fáj, és itt vannak a titkok, az is lehet, hogy ez a férfi a múltban nem volt hűséges, de most másképp közeledik hozzád, hiszen ígérgetni fog számodra valamit.
ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és eltávolítanak bizonyos kártyákat. Eltávolítják a titkokat, a fájdalmas emlékeket. Itt is látható középen, hogy mindaz, ami eddig fájt neked, vagy voltak félelmek, az elmúlik, hiszen itt van ez a változás, itt valami kiderül, és mutatja a transformációt is, a változásokat. Tehát mindaz, ami fájdalmas volt, ezt a zárkózottságot, a titkokat eltávolítják az egerek. Persze eltávolíthatnak bizonyos barátokat is. Vagy arról is szó lehet, hogy ő barátilag közeledik hozzád, holott szeret téged, és akkor ez megváltozik, ez a helyzet, és itt kiderül az igazság, így nyitottan beszél majd érzelmekről és a jövőről, és itt látható az élet út, ahol kivirágzik minden, jóra fordulnak a dolgok, vagy ő tervez veled valamit, egy közös otthont, egy hosszabb életutat együtt veled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!